Na sziasztok, folytassuk akkor Torchlight településen a kalandjainkat. Ahogy ígértem, megyünk egy újabb kincskereső küldetésre. Hail! Az a könyv, amit hoztál nekem, a felfedezés könyve, emlékszel? Mindegy. Azt írja, hogy a Mitit Monokli milyen el van rejtve a hegyben. Biztos vagyok benne, hogy el van árasztva a szörnyekkel, de ez azt jelenti, hogy senki nem tudja ellopni a kincsünket. Nyitod neked egy portált, és ha elhozod nekem a Mitit Monoklit, akkor adok neked valami jutalmat érte. Neked köszönhetően megengedhetem magamnak. Öreg, hogyha Monoklit akarsz, akkor portál nélkül is adok egy akkorát, hogy megjegyzed. Ó! Ez viszont nem is lenne olyan rossz, bár... Bár a jelenlegi kardunk is tud ilyet, itt annyi a különbség, hogy plusz 46 poison damage van rajta. Hát, nem ezért csinálom, hanem az XP-ért. Bevásároltam. Na nézzük azt a monoklit. Ilyen csávóval se találkoztam, ami egy külön monoklit szeretne. Folytassuk a püfölést. Ja, és ugye most az új fegyverünk van. Ugye, amit elszedtünk az előző epizód végén lévő bosstól. Az még nem is volt olyan rossz fájt, ugye? Utólag visszagondolva, az is izgalmas volt. Portálnyitó, azonosító, tekercs, mindenféle tekercsek. Hellóka? Nem. Ó, ha mi vagy? Ez az. Na. Ennyi meg egy Bambi. Az igen, ez one hit kill volt. Kérem szépen. Au! Oh! De azt egy kicsit elkésett, azért kellett elhasználnom a életerő italt. Majdnem eldöglöttem itt is. Bementem a közepébe. Thank you.
Jó, már megint ilyen köcsök kard van itt. Jó, akkor... Jó, menjünk tovább. Na, az itt. Az üssük szét. Ez az. Na, és megint tele van az inventory. Na most. Epikus szabja. Egykezes, átlagos tempó, 110-220. Én ezt lecserélem, csak a tempó miatt. Már jóval alacsonyabb a sebzés, de mégis. Egyelőre ezt itt megtartom. Egyelőre megtartom. Ami viszont még nagyon fontos, nézzétek, ugye jelenleg 34-es armor van, amit vettem a csávótól, még a városban. És ezt nézd. Hát ez egy kicsit erősebb. Ez is sokkal-sokkal jobb, természetesen azonnal kicseréljük, így van. Sokkal erősebb armorunk van most, sokkal-sokkal erősebb, és kicsit gyengébb, de gyorsabb kard, illetve még nyomtam még egyet ide erre a fejlesztésre, hogy a közelharci fegyverek erősebbek legyenek. Úgyhogy reméljük a legjobbakat. Így, erre még nyomunk egyet. Már 2026 HP-nk van. Oké, akkor most már mehetünk tovább.
És merre is? Arra. Aha. Igen, ez sokkal gyorsabb, ez a fegyver. Kár, hogy nincs olyan közelharci fegyver, ami nagyon-nagyon erős, de nagyon gyors. Olyan kellene. De hát olyan... Olyat még nem láttam. Ugye egy fegyver vagy erős és lassú, vagy kicsit gyengébb és gyors. Na, hallj már meg! Ez az. Elég jól bírta. Igen. Ó! Oh. Ez az! Jó. Hányan vagytok? Őt kell ott először. Ez az, valahogy így. Ez a kard ugyan gyorsabb, de tényleg nagyon-nagyon gyenge. Keveset sebez, sajnos. Ez az. Jaj. Mennyivel keményebbek itt az ellenfelek. A sima zombikat is milyen sokáig kell püfölni. Ez az. Hát... Lehet, hogy vissza kéne vár csak távolságira, mert ez... Egy picit gyorsabb.
erről van szó. Jó, megyünk lefelé. És most jön a 30... Nem, ez egy ősi erőd. És megvan. Itt aztán megint volt minden. Egyre keményebb. Lecseréltem az elsődleges fegyvert erre, mert ugyanúgy average attack speedje van, de magasabb a damage, a sebzés. Úgyhogy ezt itt ettől megszabadulunk. Ja, és a újra lehet látni a csinos arcocskáját, mert azért is lecseréltem azt a sisakot, mert ennek több az armorja. Várja, de itt a vége, de én nem szedtem fel a... Felszedtem? Nem. Ott hagytam volna. Lehet, hogy nem szedtem fel a quest itemet? Lehetséges. Minden lehetséges. Itt van. Itt a monokli. Quest complete. Azért.
Na most mehetünk akkor vissza. Portálon át. Zuty! Ez lesz. Itt a monoklid! Megtaláltam a monoklid. Csodás partner vagy. Azt is tudom, hol találok rá vevőt. Így itt a részed a haszomból. Csodás. Igen. Tekintélyesek lettünk. 19-es hírnév. Ó. És ezért kapok még egy ilyet. Egy. Na, akkor én azt mondom... Beszéljünk a lila hajú csajjal. 10 golyó 4. Lecsendesítés 4. Fegyasztás 4. Nyem. Most sincs nála olyan varázslat, aminek használt venném. Hát jó. Na akkor. Hát végeztünk ugye a... Nincs kereséssel, elintéztem a... bevásárlás, meg minden félét. Úgyhogy menjünk vissza a bányába. Elveszett erőd. És... Hát akkor menjünk szépen lefelé. I have basked in his presence. The voice in the ember is only a shadow of Ordrak's true glory. I find now that I have no desire other than to serve him and to show his glory to the world. My years of study are nothing to Ordrak's vast centuries dwelling in Ember. But still, my knowledge sometimes surpasses his. His spirit infuses the Ember. It could be concentrated further, bringing his voice to the world. Syl will see the potential. Together, we will free Ordrak from this mountain. Kingdoms will kneel before us, blinded by the radiance of our ascendancy. None will dare question the virtue of our art, or the power of Ordrak. Okay. Az előbb elfelejtettem visszatartani a mikrofont a helyére, így lehet, hogy nem hallottatok semmit az elmúlt pár másodpercben, fél percben. 30-as szintre érkeztünk, kérem szépen. Öcsém, és már püfölnek keményen. Már kezdődik a püfölés. Húha. Ezek azok a lények, ahol egyszer voltunk, és jó alaposan helyben hagytak. Ha emlékeztek, ahol először haltam meg, ugye? Anyád. De nem látom, hogy mi történik, az a baj. Annyira gyorsan teleportálnak, hogy egyszerűen nem tudok rákattintani, és emiatt nem tudom megcsapdosni őket. Na, ők már nem olyan gyorsak. De lehet, hogy itt ez lenne a célszerűbb. Ezek a típusú ellenfelek nekem nem tetszenek.
Tehát ez az én saját bajom. Na, hát tudod, amikor Dusty lemarad, akkor megint bajba, mindig bajba kerülök olyankor, hogyha nincs szorosan mellettem. Az előbb megint ott Len ólálkodott, azt majdnem eldöglöttem megint. Nincs, aki robbantson. Itt már az elég veszélyes környék. De Dusty nélkül nem mehetek egy lépés sem. Megadjatok. Hello. Jó. Ez már durva terep. Dusty, gyere! Nem maradj le! Na, akkor már döglök! Nem tudom, merre kell menni? Itt már voltunk. Az a... Aha, itt az indulási pont. De jó. Körbejöttem. Nem ez volt a szándékom. Ó, basszus, itt el fog tévedni. Várjál, erre. Igen, ó, az... Erre, ez. Itt a jó irány. De? Ezek nagyon durván sebeznek. De hogy Isten eset. Hello! Húha! Az veszélyes csávó! Meghalt! Ez... Itt már veszélyes terep van! Ó! Ja. Takarodj! Azt a cirkusz! Itt egyre kevésbé tudom követni az eseményeket. De itt egyre durvább az egész. Itt nagyon... Nagyon bedurvult. Hát hallod. Vajcs ez a rész. És akkor finoman fogalmaztam. Hello!
folyamatosan ezt a varázslatot kell használjam, mert ezek nagyon erősek. Még nem is a háttér lenne jobb gond, hanem ráadásul iszonyatosan gyorsak is. Ezért kell minél előbb végezni velük, ezért használom folyamatosan ezt a varázslatomat. Na, hogyha... Igen, így oké. Na? Azt a durva. A játék vége fele haladva, ez nagyon bedurvult a helyzet. Mondom. Nagyon bedurvult. Oho. A sokat ott nem látok. Aha. Szerintem nem erre kell menni. Hanem erre. Hello! Ez az. Szerencsé, hogy ebből egy lövés, aztán Avesz van. Azt a rastapaszta! Hüha! Hüha! My top is low. Maradj már egy helybe, te szemétláda! Ez az! Öcsém! Ha majdnem meddöglöttem megint! Ez nagyon kemény! Úristen! Hát ez... Ez úgy kemény volt. I am overburdened. Jó, egy pillanat. Hú, nekem is kell egy kis pihenő. Akkor kipucolom addig az inventory-t egy pillanat. Hű. Ez brutkó volt. Jó, kiosztottam a pontokat is. Ez hova visz? Ja, ugye, csak egy ilyen extra izé volt. Aha. Közben 32. Viselkedjé. Aha. Azt a micsoda zene megy a háttérben hallod. Hellóka! Thank you.
Mi? Mi? Mi a franc van itt? Szerencsére ez a speciális lövésem nagyon erős, ez ki van fejlesztve maximumra. És a távolsági fegyver is, ugye ez a kettő ki van maxolva. Még ez a szerencsém, hogy ezzel itt rendesen tudom osztani az észt. Szerintem azokban a portálokban én nem akarok többet bemenni. Mert ott... azok túl veszélyesek. Túl veszélyesnek ítélem meg őket. Nem akarok bemenni. Többet nem. Jézus. Itt egy ilyen portálos dög. Itt nem csak portálos dög van, hanem minden. Jézusom. Jézusom! Mi van itt? Úristen! Úristen! Nem, oda sem megyek be. Nem. Ezen a szinten már nem. Nem szopatom meg magam. Hello! Jesus fucking Christ. Fú. Szent Isten. Aha. Mi az ott? Nem. Hello! Úristen! Mi van itt? Egyik portálba sem merek bemenni, mert attól félek, hogy úgy megszopad a játék, hogy csak... Na.
Meghalt! Akárki is volt ez. Nem! És tele van az inventory. Jó atya, úristen! Na. Jézus Mária. Jó. Jó. Itt bejön ez a taktika, hogy el kell csalni őket, és akkor egyszerre, hogy egymás mögé álljanak egy sorba, minél amennyire lehet egy sorba, és akkor úgy végezni lehet velük. Nem. Hello. Mekkora sárkány. Kemgár. Szavasz. Hello. Így is jó. Oh. My inventory is full. Hát persze, hogy tele vagy. Jó, most már nagyjából talán itt egy kicsit biztonságosabb. Én pakolunk. Nem tudom, most merre kell menni, de onnan jönnek. Meg erre is lehet menni.
Aha. A lépcső lefelé. Fú. Hát ez nagyon durva. Menjünk egyet lefelé. 31-es szintre. Jesus. 31. Hello! Micsoda fogadtatás, oda néz. Köszönjük szépen a CVS fogadtatást. Ez nagyon aranyos volt, rögtön az elején. Áó! Nem. Hé? Mami! Ez már nagyon beteg. Új, azt hiszem én nagyon sok élettöltő fog kelleni. Nagyon-nagyon sok. Hellóka! Jézus Mária. Azt mondja, fame has increased. Miért most mit vagyunk? Kiemelkedőek vagyunk 20-as szintű hírnévnél. Csodálatos. Oh my god. Nem? Ezeken a pályákon kizárólag ezzel a képességgel tudok menni. Semmi más nem ér semmit. Ez az egyetlen túlélés esélyem. Ez az egyetlen egy fegyver.
Mi van ott lenn? Ho-ho! Öljetek már meg! Úristen! De ne fuss oda! Édes Istenem! Kösz. Jesus Christ. Az a karakter még lefelé sem tud lőni, meg fölfelé. Hát nem tudom. Csak egyenesen. Oké. Dusty, azt hiszem, itt bajba leszünk. Boss! Újabb boss fight! Nyugodj meg! Ha mi csinálsz? Öreg! Ennyi vagy! I can't believe Master Aurig has been consumed so completely. Ordrog is the cause. He has nested in the ember for time beyond telling. The twisted creatures in this mountain are a reflection of his heart. His dark spirit runs through their veins. Master Aurig is crafting dark ember. He brought me here to assist him. Have done so eventually. I can already hear Ordrock's voice calling to me. You must destroy them, Aurig and Ordrock both. The Dark Ember is an abomination we cannot allow. Mm-hmm. You have gained a task. Igen. Itt van egy waypoint. Oké, srácok, akkor ez legyen az epizód vége. És ott kell lejjebb menni. 32-es szintre. Hűha! Jó, 31-es szinten végeztünk, ezek szerint. Jaj, csak. Lesz még egy telintéz. Jó, menjünk vissza a városba egyszer. Ez az. És megint lehet újabb kincskeresést. De az ő zöld izért még mindig nem találtuk ám meg. Van 6-os. Ez még mindig csak 5-ös, nekem ez már megvan. Gyógyító 5. Aha, gyógyító 5. Reméltem, hogy most talán 6-os fogok tőle kapni.
lecsendesítő, mondjuk ez sem lehet olyan rossz. De ezt a zombisot úgysem használtam. Talán jó lesz. Na jó van. Bye bye. Bye bye. Hi there. Hi. Na jó. Bye bye. Bye bye. Good day to you. Na jó, a srácok, akkor ez lett volna a mai epizód. Na, vaj felkiáltója. Master Ulrich taught me to serve others, to protect the weak, to strike evil down. But now, the will of Ordrak has overwhelmed him. It has altered him completely. Please, put him to rest. Meg kell öljük a mestert. Nem biztos, hogy a következő részben csinálok kincskeresést. Nem nagyon merek annak nekiállni, mert az még nehezebb, mint ez, tehát az hű. Szerintem megyünk tovább a következő részben. Ez elég durva volt. Na, oké. Akkor... akkor ez lett volna a mai epizód. Köszi szépen a figyelmet, innen folytatjuk a Torchlight-ot. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és tartson legközelebb is. Szevasztok!